ez egy rettenetes vastag forgatókönyv volt, és hogy beindítja az ember fantáziáját, de elsősorban az volt benne, ami megfogott, az, hogy ez rettenetesen tud szólni a fényről. Nem volt ez ilyen nagyon pontosan megfogalmazva, és azt mindenki tudja, mint ahogy most a számítógép, az elektronika bejött, hogy egyszerűen más világ van. És itt teljesen mindegy, hogy milyen lett a 20. század, de abban a pillanatban, hogy elektromosság és műfény létrejött, onnantól egész más világ jött az embereknek, mert addig csak gyertya volt, petróleum, gázlámpa. És hát ugye ez a film is erről így indul, tehát ennek a csodálatával, hogy és nagyon sok minden megtörtént, tehát történelmileg ezek hitelesek, de mégis ilyen mesekként van. Tehát olyan, mint egy álom, amiben az ember ugye elringatja magát, abban a szabadsággal, amit egy álom jelent, és utána kellemesen fel is ébred, hogy ha nem. De hogy minden megtörténhet ugyanúgy, és meg is történik, mint az álomban, tehát sok valóság van, de nem egy ilyen történelmek földhöz ragadt, és nagyon matematikailag hűséges lekövetése itt annak a bizonyos találmányoknak, meg a 20. századnak. A fény és a sötétség a filmben nagyon-nagyon fontos. Hát nagyjából abból áll a kép, is. Nem? Az is, meg a világ is ebből áll, nem? Hogy fény, meg árnyék, tehát ilyen egyszerűen. És akkor egyszer csak térbe kerülnek a dolgok, addig olyan légüres térbe van. Milyen, igen, még tehát fekete-fehéret nem lehetett csinálni. Tehát nem az, hogy divat nem volt, hanem egyszer nem létezett, és valamitől ez a fajta hit meg erőszakosság vitt ezen át minket. Sőt, én még azt is elkövettem, hogy ez akkor már nem is lehetett normál képméretbe csinálni. Hát egyszerűen Cinemaszkóp meg 1.85 volt. Nagy, nem tudom, mindenki ismer a képméreteket, gondolom 1.66-hoz is lehetett, de ezt a normál méretet nem létezett szinte. Én meg valamit a fejembe vettem, hogy egyrészt ezzel is egy picit időbe visszamenni. Ugye vannak benne eleve archívok, amiket nem nagyon érdemes és nem is szabadna meghamisítani, meg közeliket lehet igazából jól csinálni ebben a képméretben. Aki már próbálkozott ezzel felvenni, az pontosan tudja, hogy ez a képméret, ez nagyon emberbarát, ez a 4-3, nem ennyi. Na most ugye ebbe a filmbe tulajdonképpen az egész korszakot képileg is megidézik, egészen fantasztikus módon, ezt majd most fogják látni. Örülök, hogy mondja, de majd kiderül. Ez majd kiderül most. Nem egy mai, tehát azért az idő, igen, hát hogy bírja, általában a filmek nem úgy bírják az időt, ahogy szeretnénk, tehát furcsa módon. Én is majd kíváncsian nézem, hogy rám hogy hat, mert nagyon rég láttam. Na most milyen módszerekkel rekonstruálták azt a korszakot, meg a néma filmes korszakot tulajdonképpen? Tehát az ember megnézi ezt a filmet, akkor nem csak, hogy konkrét néma film részletek vannak benne, hanem az egésznek a stílusa is nagyon-nagyon közel áll a néma filmes stílushoz. Hogy találták meg azokat a helyszíneket, milyen módon próbálták áttenni a 100 évvel korábbi formába? Hát az általában úgy szokott történni, hogy az ember így hagyja magát, hogy megfertőzze az a világ, elkezd tanulmányozni és nézni. Most így eszembe jutott, hogy Hűvös vadásznál, hogy ott volt olyan, hogy templomépítés. Alig van benne szinte, elképzelhetem, egy hónapig jártam a könyvtárba, hogy építették akkor föl. Tehát ez egy nagyon komoly előtanulmány minden szempontból, most így meg vizuálisan pláne. Hát régi filmeket, azt fotókat kellett nézni, mert az egészszerű, hogy átitatódjon az ember, és akkor megpróbál ebből ennek a felhasználásával valami sajátosat csinálni, amit még akkor az amikor csinálja, nem tudja, hogy mi lesz belőle, de az kell, hogy átjárja ez az egész dolog, és remélhetőleg ugye ilyenkor minden, ami, hát ilyen fogékonysági állapotba kell keveredni. Ezt hány helyen forgatták ezt a filmet? Hát sok, nagyon sok helyen. És úgy tudom, hogy Kubában is többek között. Igen. És ott melyik, milyen részeket vettek? Hát amiért igazából mentünk, az a legfontosabb ebben, ugye, hogy a bambusz erdő, benne is van a filmben majd, tehát nem akarom így elmondani, tehát a szént kellett ehhez az egész művelet lesz, tehát majdnem onnan indul, és azt hiszem ilyen tél volt, olyan meleg volt, hogy mindenki azonnal hanyat vágta magát, meg páratartalom.
ez nem lett volna baj, hanem nem találtunk bambuszerdőt. Tehát az a furcsa, hogy ez úgy nincs. Na, tehát, hogy, és egy ilyen egész pici kis területből kellett úgy elvarázsolni, hogy mikor valaki nézi, akkor ez az illúziója meglegyen, de elég szenvedős volt ez a része. Na most ugye a de hát Hamburgban, hát sok helyen voltunk, mondom, hát ez egy valamitől ugye úgy van, hogy mindig nagyon fontos, tehát mi minden filmben, de itt is nagyon fontos a helyszín, tehát az ember a helyszínnek a viszonya, tehát ebből, és ehhez menni kellett, tehát meg kellett találni, meg kellett keresni, és... Hát a másik dolog ugye az, hogy a főszereplők, az egy Iker testvérpár. Igen. Akiket egy színésznő játszik, hogy azt, hogy a, és két különböző típusról van szó, vagy személyiségről, igen, hogy ezt operatőri szempontból, hogy okozott-e nehézséget, vagy ezt milyen módon oldotta meg? Hát általában, amit az ember jól meg akar csinálni, az még nehézséget okoz, tehát olyan még nem volt, hogy ne. Az, hogy ebbe egyszerűen csak az volt, hogy amit így szakmailag lehet tudni, tehát amit az ember megtanultam a főiskolán, meg az életben, egyszerűen tudja az ember ezeket, tehát hogy a fényen mit lehet kezdeni, tehát ugye ez elsősorban fénykérdése, tehát a fényen nagyon sok mindent lehet, gyakorlatilag úgy, mint a zenében, a hangjegyekkel, mindenféle érzelmet lehet vele kelteni, jól kell bánni vele, persze ehhez kell egy olyan arc, tehát egy színésznő, tehát azért ez csak a fele, ez a része, és akkor ebből valahogy ez összeadódott, tehát ez egy lengyel, akkor végzett színésznő, tehát nagyon fiatal volt, nagyon lelkes volt, és neki ez nagyon jól is ment, ez az alak, hát ez egy kihívás volt, egy színészileg is egy komoly dolog ez a kettősség, tehát egy ilyen teljesen skizoid állapot, és akkor az persze a környezet, a helyszín, hát sok minden, hogy ez hiteles legyen. Én mondom, ez elsősorban, és mindjárt az elején le is van ez ütve, hogy azért ez mese akar lenni. Na, ez egy nagy szabású mese erről a világról, amit már én se tudtam, hát akik itt ülnek, azok meg pláne nem. És ez olyan, mint a regék, vagy nem? Tehát valami, hogy van ennek valóságtartalma, de minden pillanatában valahol tetten lehet érni, hogy ez igaz, így megtörtént, a Merló Park is megtörtént, a világkiállítás is megvolt, a világkiállítás, tehát sok minden megvolt, csak nem így, tehát. Ennyit. Ez most szerencse, nem szerencse, azt én nem tudom, de én előtte Iparnaszi Főiskolán építészként végeztem, belső építész, meg építész, tehát egyszerűen értettem a díszlet építéshez, meg még ma is valamit, és általában a díszletet, amit volt, azt mind én találtam ki. Most itt aztán ez, ugyan volt díszlettervező, de hát nagyon rajta voltam, hogy azért ez ne legyen elrontva. Itt feladta mindenkinek az agya, mert ez egy matematika volt. Tehát ezt meg kellett szerkeszteni, hogy minden fordulóba képet lássak, szereplőt lássak, de a kamerát nem. Ez volt a nehézsége ennek. És akkor még a világítását is, tehát... De inkább csak ez volt, hogy olyan ilyen kígyó vonalat kellett létrehozni, és úgy elhelyezni a tükröket, hogy a kamera soha ne legyen benne. És ezt ki kellett számítani, tehát kiszerkezgettem gyakorlatilag. Aha. Tehát előre meg kellett. Ez egy ilyen alaprajz van, ez ki volt szerkesztve, és akkor úgy lett megépítve. Mert hogy a tükörnek több jelenetben is elég fontos szerepe van, nem csak abban a bizonyos... De a tükörnél hát mindenki beleesett a csapdába, a legnagyobb probléma, hogy nem akarja látni magát benne az ember. Tehát az a könnyebb eset, mikor valaki azért megy a tükörhöz, hogy kukkolja, de itt ugye a kamerával vagy bármivel, tehát ez ilyenkor ez egy ilyen nagyon veszélyes terület, főleg ilyen hosszan és mozgásban. Tehát ugye mindenképpen az volt, hogy ez egy szaladás, rohanás, ez egy menekülés, ugye, tehát egy ilyen pánikhelyzet. Voltak nagyon hosszú beállítások, ahogy én meg tudom ítélni ilyen... Hát van egy 5 perces benne. Ott én arra emlékszem, mert... És az Oleg Jankovszki, amikor igen, igen. Most ha egyről beszélünk, én egyről tudok, mert az elég nehéz volt fölvenni, erre emlékszem, a többire meg nem. Hát az 5 perc volt, és kézből kellett megcsinálni, és nagyobb volt nálam legalább 5 centivel. A belmagasság az nagyon alacsony volt, nem lehetett nagyon lámpákat elhelyezni, és ez az 5 perc, ez kegyetlen hosszú ez, hogy hangulata is legyen, és akkor egy
egy pont volt, amikor egyszer már nem tudtam megoldani, hogy mi a franc lesz ott. Mert ugye úgy indult, hogy egy asztalnál ott beszélgetnek, az be kellett világítani, és nem lehetett eltüntetni ennek a lámpáit, és akkor nagyon látta, hogy töröm a fejemet, de tényleg, amikor azt mondja, hogy most már nem tudom már, mit csináljak, tehát hogy lehetne ezt megoldani, és akkor azt mondja, ne is törődjek vele, majd felvétel, tehát azt tudta legjobban mondani, hogy gyerünk, felvétel. És Ildikóval egyébként előre ezeket a nehéz dolgokat, ezeket hát így meg, hát végigbeszéltük, hát technikailag nem, tehát ami közbe jön, tehát azokat nem is lehetett, tehát. De ennek is a díszletrész igazából ez egy pince volt, és azt is én terveztem meg, hogy ez képileg, hogy meg úgy levált. Tehát nagyon tudtuk, hogy mit akarunk, és akkor annak meg kellett a formáját találni. Ezek, hogy mikor közben, hol jön csapda, hát azt én nem tudom. Tehát ez. Sőt, hát mi annyira elmentünk ebbe onnan nagyon fura, mert ugye nézni kéne egy filmet, nem dumániról rá, és operatőr végképp ne dumáljon filmről, ez a véleményem. Tehát. Akkor az állatokról még egy kicsit beszéljen, hogy mit tudott egy operatőr az állatokkal? Hát annyi, hogy én szeretem az állatokat, az jó dolog, tehát abban semmi, meg gyereket is szeretek filmezni, mindegyiket nagyon nehéz, csak hát abban van kihívás. Nem, mit akartam mondani, van egy ilyen hosszú beállítás egy fal előtt, amikor menekül a főszereplőnő gyárba, és majd löplapokat ugye szór szét, és annak az elején, tehát miután nagyon statikus, akkor úgy bennem ez volt, hogy ezt a világot hogy lehetne érdekelni, és akkor kerestünk egy olyan helyet, ahol macskakő volt, annak olyan, mint ha sok-sok kocka cukor lenne, ilyen gyárépület volt, amilyen hegyes volt, tehát ezek ilyen formailag, tehát tulajdonképpen ez már absztrakció, és akkor volt egy ilyen kis kerek szellőző, mondom, akkor ezt most átvilágítjuk, majd egy kis füst lesz, és akkor még ebben megnehezítettük a dolgát a berendezésnek, hogy akkor hozzanak 10 darab ilyen strávkocsit, ami ilyen kerekei voltak, és ezeket így kitalál az ember, és akkor állati jó megcsinálni. Tehát nem lehetett ilyet már szerezni akkor, tehát annyira a régi világnak volt ez a strávkocsis része, de azt gondoltam, hogy elég izgalmas kell legyen az első kép, mert utána nagyon egy fal előtt zajlik, és hogy ezt lehessen bírni, tehát ezt a vizuális inget, és akkor így építkezik egy ilyen film. Az ember általában gondolkodik, aztán vagy jól csinálja, vagy rosszul. Hát ez néha már szerencse kérdése. De akkor gondolom, hogy akkor már volt egy olyan csapata, akivel mindezeket persze, az elképzeléseket persze. meg tudta csinálni, tehát már előtte ja. azért már volt néhány film, amit... De hát sok szellemi munka van benne, tehát hogy szóval jó, amennyire lehetett rákészültünk, vagy felkészültünk. Mit gondol, hogy ma könnyebb vagy nehezebb lenne egy ilyen filmet? Nehezebb sokkal. Nehezebb? Hát nehezebb. Hát ez a szabadság már nem lenne. Nem hiszem, hogy ennyi pénz lenne rá, meg ilyen türelem, meg hogy ennyire... Talán a nyersanyaga volt az egyik legnagyobb problémám, hogy csináltam én próbákat, de akkor már nem volt nyersanyag, nem nagyon gyártott a Kodak se ilyet, és akkor külön le kellett erre a filmre gyártani egyet. De hogy a vámon ne kelljen, valami probléma volt ezzel, lényeg az, hogy a német producerünk, aki Friedlandernek hívták, szegény már meghalt, és hamburgi, ő repülővel hozta Amerikából mindig szatyorba 2000 métereket, és hát állandóan izgultunk, hogy már fogy a nyersanyag, hogy jön vagy nem jön. És nem tudom, valahogy ilyen részletekbe gyártották, tehát valami ilyesmi volt. Ez volt a legnagyobb izgalom ilyen értelemben, de nagyon szabadon lehetett csinálni. Hát ma már nem, tehát... Hány napot gondolom. Forgatták ezt a filmet? Hát ez ilyen, nem nagyon emlékszem egyrészt rá, nem is lehet pontosan tudni, már 70 nap körül mondják, tehát hogy ebben biztos, tehát hogy effektív forgatási nap vagy nem, hát ezt most nem tudom, de valószínű, mert utazással még több ment el, tehát. És különböző évszakok vannak benne, de gondolom most nem a Kubáról beszélek. Hát egy ilyen hosszú átfutásos egyrészt, meg talán ezért volt a Kubában nem volt kutya, tehát nem volt olyan kutya, amit itt beforgattunk, és azt hiszem aztán senki nem is tudott szerezni, akkor az egy nap elment, Ildikó elment, és keresett egy kutyát, ami aztán az óceánból kiúszik, meg nem tudom. Tehát ilyen apró kis nehézségek vannak, amit nem lehet számítani, mert de úgy különben nem, tehát azért ezt aránylag empátiával nézte mindenki, hogy csináljuk aztán.
Most így ugye azóta eltelt már egy csomó év, és azóta nagyon sok filmet is csinált. Hogy emlékszik vissza erre a filmre? Tehát, hogy ez a film, ez kifejezte tényleg az akkori lelkiállapotunkat, vagy pedig csak... Hát nem, ez nagyon személyes, tehát hogy több szám, azt így nehéz. Tehát, ugye azért is van ez, hogy az én 20. századom, hát, tehát ez egy ilyen sajátos nézete, lenyomata, megfogalmazása, amit az ember én is gyerekkorban erről a technikai fejlődésekről, hogy beindult meg, ahogy bizonyos gépek még, én azt hiszem a gőzmozdonyokat néztem ilyen vadul, ami úgy maradványa ennek, ami már szinte nincs is. Ez nagyon személyes, tehát egyrészt ebben is semmi baj nincs, hogy aztán ez remélhetőleg ugye, aki nézi, ez azért nagyon sikeres lett, tehát azért mondom most így először, mikor azt nem lehetett tudni, hogy ez hogy hat emberekre, vagy hogy nem, tehát van egyfajta izgalom, most így utólag azt lehet mondani, hogy persze ez hatott, aztán, hogy most is hat-e, az majd kiderül, mindenki eldönti. De ilyen kanadban azt hiszem, mint néző is jó részt venni, tehát én inkább ezt, tehát nem hiszem, hogy ez egy ilyen könnyed, laza, kicsit ilyen költői, ahogy mondják ezt, tehát ebben semmi baj nincs. Nem, meg hát igazából tényleg minden részlete ki volt találva. Ami különösen fontos volt nekem, hogy fekete-fehéret nem lehetett csinálni, és én azt hiszem, hát több mint 40 filmet csináltam, meg az egy fekete-fehéret kettőt tudtam csak, tehát annyira verejtékesen lehet kiverni. Vojcek és ez a kettő, tehát. Ugyanakkor, amikor operatőr akartam lenni, azt hittem, hogy csak fekete-fehéret csinálok. Szó nem volt színesről, hogy majd mondom, azt majd valaki más csinálja. Ilyen értelemben ez ajándék persze. Hát, nagyjából azt gondolom, hogy engem ez érdekel a fekete-fehér.